Imáron 6. alkalommal, srácok, de folytatjuk a Dungeon Siege-ezést. Az egyharmadán már talán, hangsúlyozom, talán már túl vagyunk. És mindjárt mondom nektek, hogy hogy állunk nagyjából a story-ban. Ez nem az a mentés, amit be akartam tölteni. Mondjuk tök mindegy, mert majdnem ugyanaz, ez az. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz a játékban, ahol én már biztosan nem jártam, és meglepődtem azon, hogy itt bizony lángszórós arcok vannak, tehát hogyha minden igaz, akkor ez az a Dungeon Siege, amiben egyébként gépfegyver is van például. A kettőben ilyen nem volt, de itt mintha lennének fegyverek, mármint lőfegyverek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen itemekkel találkozunk majd így a játék vége felé. Sztoriba ott tartunk továbbra is, hogy a Meriknek a botját keressük. A rabló vezért sikerült legyőzni, illetve a templomot is sikerült megtisztítani, és ez a templomos terület a mocsárral borzalmas volt. Zombik voltak, nagyon nehéz volt pozícionálni a karaktereket, és egyébként, ha jól emlékszem, a legutóbbi streamben sikerült megszabdalni a csapatot, tehát most már 2 közelharcossal, 1 jászsal és 2 természetmágussal dolgozunk. Jelenleg itt tartunk. És a küldetés még továbbra is az, hogy Merik botját keressük. Ja, és most 6. alkalommal, mióta újra kezdtük természetesen a játékot, azóta rájöttem, hogy hiába zoomolok itt ki ennyire, felesleges, mert hogy talán egy kicsit többet látok, de ez a nézet, ez borzalmas. Ez a nézet borzalmas. Mármint amikor itt van egy ilyen kis papír. Jó, hát folytassuk. Én úgy emlékszem, hogy ez egy kemény terület, mármint amikor abba hagytuk, úgyhogy jó lesz. A csapattagok merik, vagy nem merik keresni a botot. Néha Scott, néha. Hétfő van? Ja, Scottnak? Scottnak mindig hétfő van. Nagyon jó. Oké, mehet tovább. Az a helyzet, amikor ilyen régi játékkal játszok, akkor mindig megjön a kedvem ahhoz, hogy folytassam azokat a játékokat is, amiben annó belekezdtem, mint például a Heroes. Örülök, hogy például a Vice City-t sikerült végigjátszani az újradolgozásoknak köszönhetően. Illetve ott van az Oblivion, és az Oblivion-t például egyszer se játszottam ki. De azt is például tök jó lenne végignyomni. De örülök, hogy például a Diablókkal már megvagyok. Annak nagyon-nagyon örülök. Illetve, ha egyszer elkészülnek az újra dolgozott Age of Oak-nak a magyarításai, akkor azok is sorra kerülnek. Age of 1, 2, 3. Mert ugye csak a Mythology-val vagyunk meg. A Mythology-t azt végtoltuk évelején. Aztos az a helyzet, hogy ebben az évben iszonyatosan sok minden történt. Nagyon durva. Nagyon durva, mennyi minden történt ebben az évben. A The Surge és a The Surge 2 akcióban van Epic-en, én megvettem tegnap mindkettőből a nagy edition-t és nem volt 1000 forint. És vegyetek példát Phoenix-ről, ő használta a iHunter-es kreátor kódot, bizony.
Spellforce. Azt nem vágom. Az a helyzet. Először azokkal a játékokkal akarok meglenni, amiket én nagyon-nagyon szerettem. És azokat is színbe végigjátszani. Aztán az ahhoz tartozó játékokat, mit tudom én, az elődjeit, vagy a mi azután jött, és utána bármi más. Például tegnap szóba került, miközben Vadafakkal dumáltunk, hogy Vadafakékkal dumáltunk, hogy ő nagyon szeretett Silkroadozni, és hogy akarok majd egy streamet a Silkroadból is, mert hát múltkor, mindig ezt mondom, hogy múltkor, de hogy már lassan 3 éve vagy 4 éve megtaláltam az accountjaimat, és egyszerűen olyan jó lenne egy Silkroad streamet nyomni. Megnézni, hogy most milyen állapotban van. Megnézni a karaktereket, egy kicsit szintezni. Ezt még te is nyomtad, Poolers? Jézus. Zakika, abba jó az Epic, hogy ugye regionális árazás van. Így egy csomó minden olcsóbb, mint a Steam-en. Mondjuk, ha valaki nem csak a shopokból vásárol, tehát nem csak Steam-en, Epic-en, PlayStation Store-ban, meg ilyen helyeken, annak tök mindegy, hogy mi, hol, milyen akció van, mert... Ja. Létezik a Silk Road, ja. Durva, mi? Nyomod, csapat, nyomod! Warcraft 3 Reforged-nak is amúgy nagyon örültem, mert így legalább azzal is megismerkedtem, és hogy basszus, mennyire jó a Warcraft-os lore. A Runescape az... Runescape kliens, az fent van Steam-en is. Sok lootot dobnak, srácok. Jó, mert egy gyors mentés. Csacsi! A csacsit az csak a folgányzazás alatt nyomom. Pullers, mert akkor vannak olyan kis aranyos, kalapácsos lények, akik azt mondják, hogy csacsi. Ez nem az a csacsis játék. Itt is van csacsi, de ez nem az a csacsi. Itt most boss lesz, vajon? Csicska csacsi, szegény! Oi. Most is ott áll az egyik katonám. Én elvileg játszottam a Runescape-et, de... Nem rémlik. Eltöltöttem, de nem rémlik belőle semmi. Thank you.
Na, ez most a gond. Komolyan te is csapattad, Madarin? Milyen manó? Tényleg kiderül a végén, hogy itt mindenki nagy MMO szerető. György, 33-as szintű közelharci. Karakterem lett. Azt micsoda? Ja, értem. Szia, Darth Vader! Mindenki nagyon öregnek fogja magát érezni? Á, az nem lehet. Az nem lehet. Dragon Age, nem, nekem az kimaradt. A Dragon Age-ek kimaradtak. Dekaron MMO 12-14 év Dekaron MMO. Amíg azt mondtad volna, hogy Metin, megértettelek volna, de valami, hát én erről nem is hallottam. Mondjuk én sok MMO-ról nem hallottam. Arra kell rájönnöm. Neverwinter-ek se voltak. Oda nézzetek, hát esett egy igazán menő amulett. Így tagadókozim velek. Én nagyon-nagyon kevés játékkal játszottam ilyen menő játékok közül. Hát igen, sok mindenki maradt, viszont amivel játszottam, az a nagyon sokat nyomtam. Levon egy pontot az ügyességből, és egyet ad az erőhöz. Azta! Hát ez aztán nyaklánc. Legalább drágán lehet eladni. Na nézzük, ezt is lefotózzuk. Szóval... Dekaron. Kérek egy kis... egy Dekaront. Úgy így mondta a Coolers, mindig viccelődtek vele. Régi időkben. Valam senkinek van még ideje elmemózni? Nem viszem el, például egy WoW már nem viszel annyi időt, mint régebben. Nem a klasszik LK-ról beszélek. Egy retail már nem viszem el annyi időt, mint régebben. Az tény és való, hogy annyit, mint annó játszottunk, annyit nem fogunk tudni játszani. És hogyha számunkra csak rengeteg óra gameplay-el volt élvezetes egy MMO, az már sose lesz ugyanolyan. Ilyen ez. Régebben sok időnk volt, de kevés pénzünk, most meg
kevés időnk, sok pénzünk. Már aki, ugye? De azért több pénzünk van, mint gyerekként, tehát azt nem tagadhatjátok. Szóval a sok az relatív. Amúgy beszéltem nektek arról, hogy amikor majd jön a következő WoW kieg, akkor szeretnék raidelni Stay-alone-ékkal. Az a helyzet, hogy azóta meg már nem, lehet, hogy már nem is szeretnék raidelni. A raidelése olyan sok idő elmegy. Most mi van? Olyan sok idő elmegy. Néztünk a mustatokat, de semmi gond. Mutattam nektek a legutóbbi streambe, szóval. Majd most mutatom a végén megint, hogy állunk a statokkal. Azt! Most halunk meg? Halt a lángszóró. Kaptunk egy lángszórót! Mennyire jó már, basszus! György ügyesebb lett. Ki lett a lángszóró? Na. 19-es erősséggel, és akkor tudjuk majd használni a lángszórót. Leglassabb, de 110-135-ös. Még egy erő kell neki, még kettő erő kell neki, és akkor tudja használni a karakter a lángszórót. Menő. Hát, tudunk-e valakinél valamit cserélni? Az itt a kérdés. Lassú támadási cucc. Aha, 78-97. Uh-huh. És ez pedig 24. 24-es páncél, az 21, aha, és egy pont a közelharcra. Jó. Van egy számszeríjunk. 50-68. 50-68, kettő pont a távolharcra. 50-68, kétkezes, gyorsabb, kettő pont a távolharcra. Hát végül is többet sebzünk. Na. Ennyi. Srác, ez micsoda? Villámvető, ez pedig ilyen... intelligenciásoknak valami fegyver. Nem, ez amúgy valószínűleg nem. Ez, ha tippel nem kéne milli fegyver. Nem, hatótáv, ez akkor ilyen közelhart, mert ez akkor ilyen távolsági cucc. Villámvető lángszóró. Akkor lehet amúgy, hogy erre emlékeztem, tehát nem G-fegyver van benne, hanem lángszóró meg villámvető. Lehet, hogy ez az. Az a helyzet, pont tegnap mondtam Árinak, hogy nekem minden olyan játék, amiben így, ami nem multi,
és streamen kívül játszom. Az olyan, mint hogyha... fűszer nélkül enném a kajákat. Nehezen tudok élvezni játékokat streamen kívül már. Ti vagytok a fűszer? Ti is, aha. Vasököl, oda csap, ahova köl. Mehetünk tovább. Ez a rész amúgy jobban tetszik, mint az előző mocsaras. Mondjuk az nem tetszik, hogy az embereim nem támadnak maguktól. Az a nagy láda, hát sejtettem, hogy az a nagy láda ilyen huncut dolog. Az nagy baj. Ez itt most nagyon kemény, srácok. Szárnyas buzogány. Hogy nyomja a srácok a sokkolást? Lootot sajnos alig dobtak. 66-86. Ja és ez... ez... kétkezes. 75-85, 66-85, aha, és gyors, gyors, mindkettő gyors. Tehát akkor ezt lehet újra használni, és akkor mondjuk mindkettő tank, nem biztos, hogy mindkettő tank. Ezt még meg kell tartanunk. Van egy olyan harcosunk, aki kétkezes fegyverre nyomja, mármint közel harcosunk, és van egy olyanunk, aki kartpajzsa. Hogy nem mindig írja ki, hogy valami most lootolható. Nyomom, Móki. Mi újság? Jajaj. Mona ének.
most így csodálkozunk, hogy agyonvágták a healert, tehát nem csinálsz semmit. Beállt oda a mini karakterek közé. Ostobán. Frankfurti leves, hoppácska, jó étvágyat majd hozzá. Oda át akarunk-e menni? Gyere csak, csacsi. Ő meghúzhatja a kart. Ez mit tud? Na mindjárt lejövünk, és akkor megnézzük. Aha. Jó. Nem tudom, merre kell menni. Mondjuk, igazából hozzuk vissza, tehát hogy legyünk együtt. Ne osztódjon el az XP ennyire durván. Most együtt a csapat. Hát ilyen kemények vagyunk. Nyomod a csapat, nyomod. Na ez a goblin, ennek aztán már van sebzése. Én nem támad a egyik karakterem. Tűha, ez itt combos lesz megint. Utána nyomjuk majd a kazamata ostromás kettőt, bizony, bizony. Utána pedig a hármat. A kettőt azt kiegestől nyomjuk, ez biztos. A kettő az nagyon nagy kedvenc. Dungeon Siege-eket érdemes sorrendben vinni, van kapcsolatod a részek között, vagy önmagába is élvezhető? Önmagába is élvezhető. Szerintem ezt a részt simán ki lehet hagyni. Van kapcsolat tudtommal. De már meg nem mondom nektek, hogy miről szól a kettő. Meg hogy milyen kapcsolat van az egy és a kettő között. De az biztos, hogy van kapcsolat. És nem csak a nevi. Hűha, az nagy baj. Hoppá! György a 34-es szintű közelharci egységem lett. Thank you.
az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ez most opcionális terület, ahol vagyunk, vagy most mi van. Úgyhogy megyünk még itt egy kicsit tovább, azt, hogyha erre van a küldetés, akkor majd visszafordulunk, srácok. Számomra nem egyértelmű, hogy merre kell menni. Csuha! Oké, mindenki föl tud állni a platformra. Még a csacsi is. Jézusom, szerintem crash-elni fogunk. Tehát a csacsinak azt nézzétek, milyen hosszú csíkja van. Nyomod! Csapat, nyomod! Kis pókicák rohadt idegesítek. Csak a két méli karakter van, srácok. Ez most itt lehet, hogy egy csúnya vibe lesz. Nyomod! Nyomod a hit! Oké, okay. Hát ezt nem gondoltam. Hát itt jó sok poti ment el. Ne szívesetek, hogy ott van valaki hátul. De ő hogy jött oda? Átrepült, vagy mi történt? Gránátvető! Még egy mentés. Nagyon recseg a hang. Nem hangzik jól. Mondom, hogy ennyire kemények vagyunk. Robbanós hordó mellett. Állunk, és felrobbantjuk. Igen, ide átjöttünk, és kéne a csacsi. Ja, távolról is ki lehetett volna lőni a hordót. Pathfinding, ugye? Magas szintű pathfinding. A csacsiért visszamegyünk.
Egy a távol harchoz. Aha. Aha. Pajzs, teknőc pajzs. Gránátvető. 100, 109. Az a gond, hogy nincs hozzá erőnk. Na nézzük, 31, 30. 37, 33. Kemény. Az a HP, bár az... az nagyon kemény. Csacsi valamit tud, hogyha neki ilyen hosszú. Na itt egy ajtó, ezért jöttünk. Megölni botot. György erősebb lett, már megint ugye. Csak a szokásos. Csak egy helyre. A csak cenzúra? Ja. Az gond. Jó. Na. Csak Konix kedvér. Távolról lőttük meg. 7 Feedmax. Ott azt megcsavartuk, de az miért jó, hogy ott meg van csavarva? Szegyen a csacsi megjavulatna, de ilyen akadozó a hang. Hát lehet, hogy újra kell indítanunk. Wow! Gloern a 33-as közelharc. Na. Ad 15 pontot az egészséghez, de levon 12 pontot a manából. Nagyon durva, egyszerűen nagyon durva, hogy milyen cuccokat kapunk. 3 a páncélzathoz. Na, menjünk tovább. Akadozó, aha, ilyen akadozó. Tehát, hogy nem megy normálisan végig a hang, hanem így beakad. Mint hogyha ilyen, problémáim lennének. Driver, vagy nem tudom, kábel. Ha itt is volt például egy
Volt egy hang, ami iszonyatosan hangos volt. Ez gond. Hol mentettünk? Vicces volt, hogy ott egy karakterrel lőttem őket. Innen derült ki, hogy szegény jászom semmit nem ér. Ezt kéne egy nagyon jó fegyver. Sajnos az még nincsen. De legalább a midi karaktereim tudnak alkotni. Nagyon 50-eket meg nem tudom miket csapnak amúgy erre a felnyelsaróra. Ilyász meg így szegényke, így csak így lézeng. Na, hadd szóljon. Nem tudom ezt így... Hogy kell ráállítani a csapatot? Ez mondjuk a lehető legnagyobb hülyeség volt szerintem erre menteni. Lángot, hogy lehet szórni? Berakom az íjásznak és ő nyomja. Ez egy gyengusz lenni egyébként a tank is. Tudtál is amúgy mennyi ilyen sokkoló cucc van. De nem tudunk megállni egy pillanatra sem, mert folyamatosan kombatban vagyunk. Hogy a csacsi nem jött át, értem. Jó, nem tudott lejönni a csacsi. Most is milyen hangos volt egy pillanatra egy effekt.
halljátok? Hát, hogy ez... Hát... Hát ez nem hangzik jól. Ú, de furák a hangok, basszus. Jó, itt mentünk, tehát, hogy... Ez nagyon-nagyon furán hangzik. Biztos a csacsi hosszú rúdja miatt vannak bajok. Inkább teljesen újraindítom a játékot. Na nézzük, megvan a mentésünk. 15-38, azaz. Ilyen sosem volt a Cyberpunkban. Bezzeg a régi játékok. Azok meg gagyik. Most hol valamit meg... Ja, ott van. Ezt kell, hogy hol valamit meg kell húzni. Gagyi játék. Egy hangzsár. Csinál ez a tank egyáltalán semmit. Ó, pedig az Nvidia driver biztos megjavítaná itt a Dungeon Siege-es problémákat, pocon. Rögtön FPS-em is lenne. Ennél a játéknál az MSI Afterburner-es overlay sem működik. Jó, én látom, hogy itt bajok lesznek. Agyon csapják a healert! De hát agyon csapják a healert, segítsetek már! De hát segítsetek már rajta! Hú, játék, hát komolyan. Ahogy pozícionál, tehát... kiégetős egyébként. Hogy így a healer úgy pozícionál, hogy bemegy a melee karakterek mellé. És így az enemy mit csap? Hát egyértelműen a healert. Ez a healer hibáztatás? Gyakorlok WoW-ra. Sok mindent látunk. Ja, most már jók a hangok egyébként. Na hát most beúsztunk mindenkit. Kb. Ugyanott vagyunk. Na gyere! Nagyon jó. És most mehet. Nagyon jó a tank elfordított a csapatban.
még ezt nagyon csapjuk, és akkor jó lesz. Aztán már egy healerrel is megveszünk. Ha a DPS benne áll a damage-be, ami másodpercenként 45% HP-t sebez, akkor a healer... Én nem healer-e ki. Hát, igen. De most már jó lesz, most már nem lesz gond. Mindig a healer a hibás. Healer halála után a healer felszedhetem? Igen, igen, Ankel, vagy Ankel, mert mindegyik karakterem varázskönyvébe be van rakva egy újraélesztés scroll. Na hát ez mondjuk itt csúnya probléma. Ha itt most vissza kell szaladni az elejére, azt akkor rohadtul megszívtuk. Az off-tankunknak elfogyott a HP potia. Unkill, oksa. Mondjuk. Mondjuk még erre hozható a hiba. Nyomod, csapat, nyomod. Igazából a healer halálába csak az a szívás, hogy utána újra fel kell öltöztetni, el kell rakni a cuccait. Azért töltöttem újra. Ugye kiderül, hogy ez tényleg csak opcionális terület volt. Jó. Igen, ez tényleg csak opcionális terület volt. Na hát, mehetünk akkor. Mehetünk akkor vissza. Legalább XP-t gyűjtöttünk, ugye? Nem, már pedig, ha tényleg ennyire el lehet menni, akkor ez valószínűleg nem opcionális. Az a gond, hogy ezek a sokkolók nagyon-nagyon sokat sebeznek a healerre. Lehet előrébb lennék egyébként, hogyha... Izé... Két tankkal, három közelharcival, meg egy healerre nyomnám. Na, ezt nézzétek meg, srácok, ez kemény lesz. Mindenkinek rá kell állnia. Na hát ez egy jó kezdés. Na, igen. Na, tehát csapat odáll. Nagyon jó, ráállunk. Mert ti már most harcoltok? Mehet akkor a háború.
Valószínűleg el fog tartani egy darabig. Na, álljunk szépen rá mindenki. Rász. És rász. És te is rász. Ja, most már mehet a mentés. De pedig meghúzod. Tehát, ő nincs rajta. Még jobban rá kellene, csacsit is még jobban ráállítjuk. És akkor most meg lehet húzni. Mehet a heal. Igen, itt most megint az a gond, hogy a... ...nél a karakternél nincsen heal. Na hát itt még a csacsi is meghalt. Akkor lehet, hogy a csacsit nem kéne úgy felhozni. Jó, és akkor most hadd szólj. Ja, igen, őt még feljebb kell vinni. Na most nézzük meg. Igen, most ugye megint az van, hogy át kell raknia ilyet. Valahogy így. Megy ezerrel a hír. Most ment el tőle, akár a... Edi... Jó ez pedig, jó ez. Jó. Csak a csacsi ne halljon meg, az nagyon fontos. Jó, azt is ott fel kell robbantani. Ez a csapatmenedzsment egy kicsit szörnyű. Többen majd jobb lesz. Azt ott. Na hát ez volt a utasság. Most már. Őt hátra kell vinnünk, mert hogy így megölik. Jaj, hát ugye ő nem healerként van beállítva, de nem is támad. Jó. Pedig a legnagyobb kihívás a liftezés volt. Nem. Nem tudom, ez a része a játéknak nem olyan szimpatikus, mint az első 10 óra, amit így beleraktunk, az a helyzet.
Na, a csacsit fel kéne hozni. Gyere, csacsi. Potikkal nagyon nagy szarba leszünk. Tényleg, mert hát, hogy így... Ha kifogyunk... Mehetünk vissza. Az előző területre. Úgyhogy most már jó lenne valami vendor találni, vagy valami hasonló. Hát nincsen waypoint meg ilyenek. Nem tudunk teleportálni. Hanem vissza kell menni. Az előző területre. Na, ezek a vadászok azok, akik így a legerősebbek. Nagyon durván sebeznek. Hallottam, hogy valaki kidobott egy itemet, de nem látom. Ez a gyengítés, ez most esett ki. Nagyon jó. Ezt a rohadt, mik ezek a hangok? Tehát most nem is varázsolt senki, tehát nincs senkinek berakva. Teljesen random jött ez a hang, ez a hílelős hang. Vigyad! De hát ott van nála és nem issza. Na végre. Hát széjjel lángszóróznak minket. Na most már sokkolást is lehet hallani. Mezei fejszál. Sárkány mini puska. Wow. Most már támadhatnak a természetmágusok is. Gobbot sokkoló. .68-75 sárkány mini puska. Gránátvető. Az kemény. Ezért jöttünk ide. Nyitottuk a nagy ládát, azt nem volt benne semmi. Azt nem értettem, hogy miért nem vette fel senki azt a pengés botot. Na hát, szerintem ki kell kájtolnunk. Csapat felkészül. Ilyesz előre megy. Hát.
Nincs valami jó hangja. Nem is beszél, hogy ezek a természet mágusok olyan lassan fejlődnek. Jó. Hú. Meleg fogadtatás. Hát persze, hogy nem híl előttünk van. Miért a természetellenes mágusok természetellenesen gyorsan fejlődnek? Igen. Oké, most már támadhatnak a mágusok is. Hoppá, Anidemus 25-ös szintű lett, ellenben a közelharci 38-as. Ja, hát igen. Hát ha azt mondom, hogy lootoljatok mindent, akkor miért maradott az 1921-es arany? Tehát, hogy iszonyatosan sokat jöttünk. Most már kizártnak tartom. Ugye ez lenne az alternatív irány. Ez nem lehet az alternatív irány. Az 1921-es arany már nem fizet... Érvényes fizetőeszköz. Labba akár. Hát erről nekem nem szóltak. De nyomom itt a lootot. Jó. ...3281 arany. És ott egy kapu. Mi lehet mögötte? Még egy kapu. Jó. Pedig nem tűnik részesnek. György még erősebb lett. Na, gyors mentés. Még egy kapunk. Húsdaráló az a neve. Ki
9 pont a páncél, az a... Megint kaptunk egy cuccot, amit semmire nem jó, meg is szintű. Rövid összetett í, törzsi pajzs. Na, elvileg... megnézzük itt az interneten, hogy mit mondanak a srácok, hogy a Transmute Dungeon Siege az hanyas szintű. Esetleg egy videó. Spaz. Aha. Lehet megnézni az összes képességet? Naturális mágia. Na. Transmute. Transmute. Srácok, én nem tudom, hogy olyan szintű ez a Transmute, de jól jönne is. És hát nem nature mágia. Trans. És nem is combat mágia. Hát akkor mi a transmute? A transmute az lenne, hogy átalakít. Ez mi volt? Transmute az lenne. Honnan szedtük ezt az összetett díjat? Hogy a... az itemeket gold-e alakítja. Na, dobáljunk csak ki mindent. Elhasznált ostrombalt, az mondjuk lehet még upgrade. A lángszóró nem kell, a hanger sem kell. Aprópa és fixen nem kell. Sárkány, minipus. De hát ott vannak a helyek, hát most így... Ez most mi a fene, srácok? Hát ott van nála egy csomó hely, na mindegy. Fehér cuccokat kidobtuk. És nagyon úgy néz ki, hogy ez tényleg opcionális terület volt, mert most itt végigmentünk, és ez ennyi. Most mehetünk vissza. Örülök, hogy ez opcionális terület volt. Legalább egy kicsit fejlődtek az embereink. Meg jól elhasználtuk a potikat. Szerencsére a szamárnál még van. Beletöltjük ezeket a kis potikat a nagyba. Azt, opa. Na, ezt kidobtuk valahol? Ott van. Tehát... kis potit a nagy... nem engedi. A végre. Van még kis potink. Szuper. Jó, vannak még ott potik, amikkel el lehet így szórakázni. Na nézzük, 83-113. Lassú, kétkezes. Jó, mehet ez. 83-113, ja. Ez így jó. Nem, mégse opcionális volt a terület. Pedig nagyon bíztam bennem. Nem tényleg erre kell menni.
és György 36-os lett. Mondom, csak úgy lépik a szinteket. Még a mágusok azok nem csinálnak semmit gyakorlatilag. Ó, de elkezdett kint fújni a szél. Na, cinematico! És ott, ott van, ott a bot, srácok. Átkozott krugok, aljas fosztogatok mindent, minden tönkre menni. Seckek nem találni varázsbot, ostoba varázsla embernek nem lenni varázsbot, őrbot lenni nekünk, nekünk goblinoknak, nektek kell fájdalom, ha jól olvastam. Na nézzük. Hát először is mentünk egyet. Tesla tekercs. Ja. Tehát ez így nem jó. Fogjuk a csapatot, és elmegyünk oda a Tesla tekercset szétszedni. Azt is. Levittünk 1000 HP-t majdnem. Na jó. Tehát. Na, tehát ők legyenek hírként. Csacsit azt el kell felejteni. Szóval elküldjük a sarokba. Ti viszont azt ott mi hamarabb csapjátok le. Az is. Róla is most mehet ő. De úgy, hogy a healerek hátra jönnek. Na tehát, akkor újra. Csacsi, hátra. Egyszerűen, tehát nem tudom átrakni neki, hogy gyógyító kezeket nyomja. Most mi a fene van? Jó, hát haza se tudunk múlni. Ez jó. Ez eddig a legjobb, srácok. Na hát most már csak sikerült. Az a helyzet, hogy őket onnan mindenféleképpen el kell vinni. Tehát mozogjatok. Ja, hát az egyik meg is halt.
Te healálsz rajta egyet. Dehogy mentünk, dehogy mentünk. Én ezt nem tudom, hogy lehet megcsinálni. Jó, tehát erre megyünk. Jó, megyünk tovább. Most itt menthetünk. Mintha nem csinálna semmit, most nyomnunk kéne egy mentést. Mintha bebagolt volna most, a jó? Amúgy valószínűleg a healereket célozza, de... De nem tud rájuk lőni. Miért vagytok? De hát mondom nekik, hogy menjetek oda! Hú, srácok. Nagyon kiégetős a csapat. Jó. Nem. Az hülyeség volt. Már is visszavonjuk, tehát ti maradjatok ott. Losba. Na, megtalálta a képességeit. De, fú! Ja, ott középen kéne lőni a kis testéből, de nem lő. Beírjuk neki, GG, easy. Beírtam neki, srácok. Ott van fönt. GG, easy. Én veszíteni, de mindegy, ősi gonosz és emberek most harcolni, goblinok figyelni, goblinok nevetni, goblinok venni, maradék. Hihihi. Csalik, nem működik a parancs? Ajaj. Ez azt jelenti, hogy nem bírta a botom, hogy én itt lecsaltam ezt. De már is szólok neki. Menthetünk még egyet. Jaj. Ja. Most a jó. Hosszú mészárlói. Ötven-hatvannyolc. Jel mondjuk lassú lesz. Adjad! Megnézzük. Ú, és ott van Meriknek a botja. Hozz vissza Merik őrbotját. Már meg is van. És ott van. 28-as intelligencia kell hozzá. Mindjárt tudjuk használni. Egy a természet mágiához, egy a harc mágiához.
Hát úgy néz ki, hogy ez volt a helyes irány. Na már most én azt mondtam nektek, hogy nem hagyjuk ezt a területet annyiban. Jó, jó, mondjuk egy kicsit azért menjünk már előrébb. Lehet, hogy itt lenne a shop, vagy bármi ilyesmi. Kicsit előrébb jövünk, aztán pedig visszamegyünk, mert ott vannak még dolgok, amiket jó lenne átnéznünk. Nagyon jó. Hát ott én ott alul nem látok semmit. Aha. Apa és veretes bőr. Kapcsolt botok. Szia, Army of Hardcore. Miután a saját táborukba győzték le hősünk a goblinokat, magához vette az őrbotot, de az ősi rontás tovább húzódott, az idő folytán volt, és a válaszok is rejtve maradtak. Az igazságot kelleten kellett kutatnia. Ne, kérdezzétek, hogy miért ment el ilyen gyorsan a felirat. Na ez lesz az erőd. Az erőd maga a Kroth erődítménye. Ez jön most akkor ezek szerint. Ilyen szép nyilakat lövünk, legalább tudom, hogy támad a karakter. Krothnak az erődje. Ötödik felvonás. Az ősi gonosz. Léci, valami vendort. Valami vendorral szállj meg engem, játék. Légi jó őr. Azunáj pajzsáram, a helytartó küldött. Csapataink Kroth várából kilettek küldve, hogy erősítést keressenek Gletscher völgyében. Négy nappal ezelőtt egy hihetetlenül hatalmas halott idéző bukkant fel, Gresh, és támadást intézett ellenünk élő halott a drug seregével. További drugok elzárták utunkat kelet felé, Ebb várának irányába, úgyhogy az út mindkét irányból el volt vágva. Hatan közülünk sikeresen átlopakodtak a régi templom úton Gresh elől, de mi az egyik őrének karmai közé futottunk, és széttépett minket. Mi ketten valahogy eljutottunk eddig, de lehetetlen, hogy időben erősítést hozzunk Taris kapitánynak. Nem ismerlek, de mindenre képesnek nézel ki. Nem hiszem, hogy Gresh hozzátasolóra számítana. Talán sikerül társaimnak a te segítségeddel megállítani Gresht, mielőtt mindannyiunkat megöl. Karok és fogak, villámló fények, oly sok halott. Miért sok halott? Itt van, Kroth erődítményének erősítése, 5. felvonás, ez átkerült a 3. Hát, sanszos, hogy... Az őrbot time-outolta a feliratot? Sanszos, hogy itt nem lesz semmiféle vendor.
Iha. Kicsit bágolt. Na itt mi van? Az komoly. Játék. Nyomok egy mentést. Ez nem néz ki jól, srácok. Szerintetek itt valami meghasalt? Itt valami gond van. Az erőben zavar van. Avar van az erőben. Z-vel. Hát most az történik egyébként, hogy nem akar bezáródni a folyamat. Új asztal. És az új asztalon megnyitjuk a feladatkezelőt. Start tab. Új asztal. Ó, de jó, hogy ezt a módszert ismerjük. Ez a virtuális asztal életmentő egyébként. Király, hogy belerakták. Király, hogy belerakták a Windows 10-be, 11-be. Ja, hát így mindjárt más, srácok, hogy be van törtve a térkép. Valaki fönt van szerintem. Pedig én azt mondtam volna, hogy ez talán normális, amit ott látunk, de akkor ezek szerint ez nem volt normális, hogy itt nem volt betöltve. Itt is itt vannak a bobá, bobá. Hogy nyomja egyébként a Shirai egy helyben, láttátok? Közben 21-esen mágus lett. Nem sok. Sotiris meg ügyesebb lett. Sotiris intelligenciát nyert. Hát ez a Sotiris nagyon vágja. 17-es erejű, 32-es ügyességű. Ez a hely csillesebb, srácok, mert nem akarják folyamatosan a halálunkat. Sajnálom, hogy elsőre megtaláltuk az utat. Mert most így én visszamegyek. Az a gond, hogy
Potikból ki fogunk fagyni. Akkor menjünk vissza, hogyha már találtunk egy vendort. Lassan itt kéne, hogy legyen egyébként a vendor. Hát időszerű lenne. Semmi nem utal arra, hogy itt miért lenne vendor. Fel tudunk hozzájuk menni? Nem, csak itt dobálóznak. Jaj, de jó. Csacsi, de hát a csacsi ostoba srácok. Szevasz, Tomi! Loren átépett az elhasznált Ostrom Balta nevű játékba. Csacsi elfáradt, kidobta mindenért. Szotiris 31-es távolság lett közben. Ha mehetünk tovább. Hívják a vallásos bérgyilkos. Nem tudom, de ha vicceket szeretnénk olvasni, akkor biztos felmegyek valami olyan oldalra. Úgyhogy nem kellem ilyeneket írni a chaten. Hát lehet magyar fordításba úgy hívták volna azt. Igen, ilyen szörnyekkel, vagy ezeknek a rokonaival már találkoztunk, és akkor is nagyon idegesítők voltak. Babá, 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 babá. Miért a mágus kezdte el tankolni? Fekete farkas 270 HP-ban. Oh.
Szia, Viktor, hogy vagyok? Jó, köszönöm szépen. Bár kicsit fura, hogy nem a szokásos reggeli pirítósom. Ma tehettem, mert nem tudtam venni a kenyeret, de jól vagyok. Sotiris erősebb lett, ügyesebb, intelligensebb és még erősebb is. Ez a sírhány nagyon fura, hogy itt repked. Jó. Nyomod, csapat, nyomod. És te, Viktor? Hoppá, valakit lefagyasztottunk. Wow. És intelligensebb lett Merik, úgyhogy oda tudjuk neki. Ha ad 6-11 fagyasztást. 15% esély a fagyasztásra, és ad 6-11 fagysebzést. Jó. Na nézzük majd most a csapatot. Merik végre megkapta újra a botját. Ez ott valami barlang lenne? Nem. Állj, nem a játékot akarom. Elég, hogyha szörnyeket lefagyasztom, Scott. Az ott micsoda? Hát kint vannak a bimbói. Ezért van jár. De lehet, csak anyajegy. Majd ha a Twitch kérdezi, azt mondjuk, hogy anyajegy, jó? Testet felrobbantani. Wow, de jól néz ki a botja, basszus, most látom. Attack-on Titan. Az nekem nincs meg. Műveletlen vagyok. Itt csak a női melbimbókra új. A férfira nem? Hát mi ez a hátrányos megkülönböztetés? Akkor én szabadon kicsapatom a bimbómat a streambe, azt mondod, Scott? Szegény nők. A nőknek még azt se lehet csinálni. Az micsoda? Ha elég nagy a bimbód, akkor nem húszod meg! Jó. Arra nem, ilyen az amerikai szabályzás. Thank you.
Mi bajuk van a női melbimbókkal, Scott? Visszafojtás. Itt akkor... Aha, ott az enemy. Fenyő, az a neve, Fenyő. György 37-es közelharci. Manus lát. Így ad, és akkor most már megy a heal. Ó, nagyon sok enemy jön. Az vadatlan. Igen, ott van. Tehát 35 pont a manához. És kaptunk egy mukosa idézést. Nem tudom, de az amerikaiaknak van pár ilyen dolga, valami olyasmi, hogy a bimbo a nőknél másodlagos nemi ellen a jele, jeleg a mell nem, csak a bimbo. Értem. Hát akkor szoptatni lehet Twitch-en ezek alapján, de csak akkor, hogyha a baba teljesen bekapja. Érdekes. Minden esetre érdekes. Eléggé komplexnek tűnik ez a game, hogy ennyi karaktera. Igazából mondták a srácok, hogy valószínűleg én nehezítettem meg a dolgomat azzal, hogy ennyi karaktert hoztam, mert ezt lehet nyomni úgy is, hogy nyomod egy karival, azt szevasz. Ez furán hangzott? Hát én itt most az etetésre gondoltam. Szigorúan. Hát be kell kapni teljesen, és akkor nem látszódik a bimbo. Hát abból a szempontból szimpla a játék, igen, ez akik, ahogy nincsenek skillek. De több karakter menedzselése így real time elég szívás. Utasítgatni, hogy ki mit csináljon, merre menjenek, hogyan pozícionálják magukat, mivel alapban a játékban ez nincs jól lekezelve, ezért a szívás. Jaj. Na de majd a kettő! De jó is lesz. Én és én egy csapat kincskeresőt szereltünk fel, akik az elárasztott katakombákat indultak felderíteni. Te is oda indulsz? Pár nappal ezelőtt aztán nem jöttek többé, szó nélkül eltűntek, nem szívesen veszítünk el törzs vendégeket, különösen, ha nem tudjuk hol vannak. Ha találkoznál velük, kérlek mondd meg nekik, hogy nagyra értékeljük a jelenlétüket, ha esetleg máshol bonyolítanák le az üzleteiket, kérlek gyere vissza és közöld, hol találom őket. Fáradtságodért jutalom vár. Igazán szörnyű lenne, ha egy ilyen különösen értékes támogatást ezekben a nehéz időkben elveszíteni.
Oké. Okay. Tehát, hogy igen, nem akarják, hogy a vevőik azok máshova menjenek. Ennyi? Kaptunk egy? Eltűnt kincskereső. Hát ez szívás, srácok. Azért szívás, mert nem vendor. Ez nem vendor. De cserébe most mehetünk vissza. Pedig már egy pillanatra megörültem, hogy vendor, és akkor mehetünk le a bányába újra. De nem az. Tényleg időszerű lenne. Akarják a csacsit? Én inkább azon az úton mennék. Ezek most szerencsére nem keményenemik, úgyhogy lazán meglátnak. Jó. Még visszább megyünk. Igazából szerintem most, mivel mivel nem vendorral találkoztunk, hanem egy sima questadó NPC-vel, így vissza kéne mennünk. Szia, farkas vagyok. Jézus. Vágások a karaktereink? Ugye? A harmadikat én terveztem. A többi az felfogadott ember. De már legalább néznek ki valahogy egyébként. Hogy itt körbe lehet menni? Azt mondjuk nem tudom, hogy van-e értelme. Éppen nem kéne, nincsen. Hát igen, pontosan ahogy gondoltam, nincs értelme. De legalább körbe jöttünk. Nem tudom, ezek a hangok mi? A ló az mire jó? Vagy csak így lót a cipel? Aha, ennyi csinál ez, ha már, hogy iszonyatosan nagy a tárolóhelyem. De mást nem csinál. Csacsi nem tud erre jönni. Csacsi? Bízom benne, Csacsi. Meg tudod csinálni. Jó. Mentés. És nézzük csak. Jó sok szúnyog. Jó.
az nekem, az számomra nagyon durva egyébként, hogy a Mili karakterek ennyire elhúznak. Mili karakter 40-es szintű, 36-os szintű, távolsági 38-as, mágus 25-ös, 23-as. Ez nagyon szomorú. Megeszik, hát ugye ők többet tudnak csapni az enemire. Mágusok meg sajnos több a... Több velük a gond. Tényleg az rémlik, hogy a második részben ilyen probléma már nincsen. Ott már jól fejlődik a csapat. Aztán lehet, hogy csak az idő megszépíti a dolgokat. Könnyen lehet. Nézzük csak. Azt mondja, hogy sírásó poszt és krot erődítménye. Aha. Ja, a varázslók ugye lassabban kasztolnak, ugye el kell, hogy találja a varázslatuk az ellenséget. Igen, igen. Több attack, nagyobb attack speed. Több XP. Igen. Úgyhogy, mivel nincsen vendor, én azt mondom, srácok, hogy húzzunk le. Mert... Vagy ne menjünk, nem tudom, én le akarok menni. Első játékok a fajtájukban mindig ilyenek, nincsenek igazán átgondolva. Na, de a második! A második rész. Milyen jó lesz majd. Csacsi! Mehetünk. Kettő irány van, amerre még mennünk kell. És nem tudom, hogy ott mi lesz, mi maradt ott, de azt mindenféleképpen szeretném átnézni. Lehet, hogy a csacsit azt lehagyjuk erről a műveletről. De én az a fajta játékos vagyok, aki szeret mindent felfedezni. És most pont úgy voltam, hogy hát talán az opcionális irány fele jövünk, hogy itt talán csak loot lesz, meg ilyenek. Aha, nem, nem csak loot volt. Nem konkrétan itt volt a bot. Sorsoltam a könyvek? Nem, de jó, hogy mondod. Majd délután kiírom. Mármint, hogy stream végén kiírom Discordra. Oda kell visszamennünk, csak oda nem olyan egyszerű, mert kettő liftet is kell használni, ha minden igaz. Ott az első lift. Na. Hogy nyomják? Aha. Ez az irány? Nem, amaz az irány kell. Jó lesz ez, srácok.
Igen, azok az ilyen régi gémek. Ó, biztos csinálnak amúgy ilyeneket még. Izé, shooter zsánerbe nagyon élik ezeket az ilyen régi vágású dolgokat. Pereget tegnapi csirisbab, jó étvágyat addig. Adri é. Arra lehet menni. Wow! Hihetetlen. Wow! Wow! Legalább egy rakétavetőt dugtak ide? Nem tudom. Nagyon durva. Jézus. Emlékszem amúgy a második részben még ilyen szellemeket is kell egyébként keresgetni. Ott aztán basszus annyira teletűzdelték mindennel a gémet. Nagyon durva. Nagyon jó lett. Ja, hogy mára csináltam. Csacsit le kell hozni. Jó. Azt sem amúgy át kéne nézni az inventory-t, hogy jött-e valami upgrade, mert egy ideje már nem néztünk meg semmit. Jó lenne amúgy a rakétavető, de az a helyzet, hogy egyik karakteremnek se való. Úgy igazából. Na nézzük csak. Hát rakétavető nem, de amúgy van rakétavető szerintem. Sárkány minipus, azt hiszem úgy van rakétavető. Úgy tűnik ez az ajtó mágikus úton lett lezárva. Kőbőr, csizma. Na nézzük csak. Tele vagyunk. Mutasd csak azt a csizmát. Tizenhatos páncél. Uh-huh. Az úgy 19. Ez pedig 25. Ez ugyanaz, csak jobb. Ez 22-es, ez pedig egy 19-es. Jó. És a karaktereket lehet fejleszteni, vagy csak HP-juk meg a damage-üknek? Csak a HP-juk meg a damage-üknek. Igazából nő az erejük, az ügyességük, az intelligenciájuk és a képességeik. Tudunk rajtuk itemeket cserélni, de nincsen skill-es, nincs skill-fa. Sajna. Szanyas páncél 100-as és 12 pont az egészség. Hát gyakorlatilag majdnem, hogy ilyenünk van.
Hát ez ennyi, úgy néz ki. És itt bekapcsoltuk ezeket a búgós dolgokat. Ez úgy tűn... Ja, látom. Hoppá! Hát, ez egy nagyon kemény rész volt abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon sokat damoltak itt az enemik. Azt, ez most micsoda? Ez lett volna a secret amúgy? Oho! Ja nem, azt hittem. A kettőben nagyon-nagyon sok secret volt. Ez úgy néz ki, hogy ennyi. Ez csak egy kis ízelítő. Ez csak egy kis ízelítő volt. Szóval a Dungeon Siege 2-ben nagyon-nagyon sok secret volt. És az, amiatt is nagyon tetszett nekem a játék. Itt az egyben még nem találkoztam secrettel, ez volt az első. Sziasztok, tudnátok abba segíteni, hogy a Lost Ark-ba miért nem... tudok egy szerverhez sem csatlakozni délelőtt óta, még nem játszottam vele, csak ma töltöttem le. Lehet, hogy karbantartás van. Nekem ez az első tippem. Szeref. Aha, itt erre kell menni. Vedd ki a ramot. Igen, az ugye a mindenre. Ultimate megoldás. Az új generációs. Próbáltam már kikapcsolni, bekapcsolni? Érdemes felnézni Redditre vagy Twitterre, hogy miket írnak. Hát tényleg egy kaland lesz majd ide visszajönni. Egyszer biztos. Na és most ugye a másik irányba fogunk elmenni. Tárolva a szerver, de az összes lehet, én rontok el valamit. Hát akkor ez valószínűleg karbantartás. Szevasz, Barmi, szevasztok, srácok. Mi lesz az estére a terv, what the fuck? Hello, milyen volt a béta? Az helyzet, hogy én nem csak egy játékkal játszom, úgyhogy nem tudom, hogy mire gondolsz, Barnos. Minecraft 1.0 beta. Amúgy azzal játszottam. 1.4-ig, vagy 1.04-ig játszottam a Minecraftot a megjelenése óta. A bétáig persze. Úgyhogy azóta kb. Nekem minden új.
Cold Beta-ra gondolom. Ja, Barnes, ez nagyon zsír volt, nagyon tetszett. Napsapka! Wow! Wow, előrendeltem a God of War PS5 kontrollert, és már előrendelésbe elfogyott. Komolyan. Ja, nem is tudom, mikor lehetett. Előző héten lehetett előrendelni? Valahogy el... Vagy ezen a héten, vagy az előző héten lehetett előrendelni a kontrollert. Az komoly. Tegnap? Az durva. Pedig az csak egy kontroller, basszus. Magyarországra valószínűleg nem sokat küldtek. Ja, nagy valószínűsége, igen, Zakika. Értem, és ezek az összevonások meg ilyenek meddig tartanak? Ez változó. Nem tudom egyébként. A Lost Ark-nak van ilyen fóruma, ahol ezeket meg lehet nézni, ez biztos. Ott, azt érdemes lecsekkolnod, Szeref. Ott ki szoktak amúgy ilyeneket írni. De a más nem, szerintem egy 2-3 órán belül megcsinálják. Ha meg nem, akkor meg holnap. Holnapra. Nem tudom, én már egy jó ideje nem foglalkozom a Lost Ark-kal, sajnos, pedig kéne. Abból a szempontból kéne, hogy meg kéne nézni egy másik klaszt, hogy milyen. Végig kéne nyomni a sztorit. De amikor bejöttek a kepek, az item level kepek, akkor kb. Off voltam is a nagyobb kepek után. Köszi szépen egyébként Scott a linket. Valószínűleg az ott szivatja a healereket, igen. Jól sejtettem. Egy tár nem fél el a leltárba. Hát akkor annak az egy tárgynak helyet kell csinálni. Mágusbőr. Villámvető kuka. Elite Hold kesztyű. 36-os erővel tudjuk használni. Ad egy pontot az ügyességhez, ad a lifesteal-t, és egyet a közelharchoz. Hát, amúgy ez jó. De amúgy nem jók ezek a statok, de azért jó, mert nincs jobb. Szúros menge. Aha. Bot az újítós. 14-es páncélkesztyű. Mi van? 10-es. Tehát kell rendezni itt a dolgokat. Na hát most már is jobban férünk.
Azt hittem kikrásáltunk. Egy pont a természet mágiához. Ó. Igen, neki volt sok manapot ilyen. Na, már is jobb. Értem már, miért játszol sok karakterrel. Ja, mert... mindenki tud valami jót, de amúgy... Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Én szívesen 8 karakterrel is játszanék, csak az a gond, hogy mindegyiket külön-külön menedzselni olyan szívás. De legalább a lootot jól lehet tudom tenni, igen. Egy pont a távolharcra. Ezt ugye azért akartuk, mert ezt ide be tudjuk tenni. És kapunk páncélzatot, egészséget és manát. Ez nekünk nem nagyon... Tehát, hogy ez nem rossz. Nem rossz. Fajtoknál is jobb? Hát az a gond, hogy ha ütsz egyet az enemire, akkor kapod az XP-t. Ergo, hogyha keveset ütnek a karaktereid, nem fognak olyan gyorsan szintezni. Minél több karaktered van, annál lassabban fejlődnek. Ha meg egy karakterünk, az meg jól fejlődik, ugye? Egy karakterrel jól fejlődünk. Nem tudom amúgy, hogy mi lenne a jó. Vagy milyen setup a jó. Én azt vettem észre, hogy ennyi karakterhez érdemes a két mágus, de például volt harcmágusunk is, de őt elküldtem, mert annyira nem éreztem, hogy sok mindent csinált volna. Meg akartam még egy ijászt is, de az a helyzet, hogy ennyi karakterre figyelni, hát ez nagyon izé. Elveszi az időt. Jaj, megint secret van. Aha. Az ott egy ajtó, ha minden igaz. Hát. Látod, van lángszóró is, villámvető, meg ilyenek. Gyors mentés. Lángszórók, ez már nagyon a vége lett. Én is azt hittem, Noxi, de ez elvileg éppen, hogy csak túl van az egyharmadán. Na jó, talán közeledünk a játék feléhez. Vagy már talán picit túl is vagyunk rajta, de 9 akt van. 9 akt van, hogyha jól tudom, és mi az 5-ösnél járunk. Szóval... hát elvileg még van mit csinálni. Marsal kesztyű. Akkor még lehet mekek is lesznek, igen.
Hát amúgy ott van a leírásban az e-mail címem. Aki ilyen üzleti dolgokkal akar megkeresni, az... Talában el szokta olvasni ezeket. Igen. Azt hiszem. Ennyi? De igazából volt jó út a szevasz. Tavasz. Jó volt ez a secret, srácok, tetszett. Látjátok, már csak ezért is megérte visszajönni. Az arany mire jó? Tudunk venni menő itemeket, illetve a karakter felbérlések azok aranyba kerülnek. Az komoly. Yeah, squad vibe lesz. Menő itemeket, vagy mint egy Diablo, hogy veszel egyet, és akkor kerülsz részen négyszer olyan jó tárgyasik. Utóbbi! Utóbbi, sajnos. Szedjétek már fel a csacsit! De egyáltalán kiszedi szét a csacsit? De úgy érzem, hogy itt több fronton megy a küzdelem. Aha. Jézus, hát gyertek már egy helyre. Ha megint meghalt a csacsi. Hú, ez nagyon rossz volt. Ez, hogy össze-vissza mennek a karakterek, a csacsi meg pláne behúz mindenkit, ez szörnyű volt. Köszi szépen, Takti. Csacsi mindenkit behúz. Azt a rohadt! Na vissza, 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 vissza! Na, láttam ám, hogy itt hátulról támadások, betámadások lesznek, de az, hogy ekkora, azt nem gondoltam. És mehet. Most is ott áll a karakterünk és néz.
Igen, igen, ezek gránátvedős tankok. Az nem tudom mi ott. Ja, hogy körbe jöttünk. Körbe jártuk volna az opcionális területet. Vörös hordók robbannak, aha. Az a gond, mivel alapból a melee karakter van kijelölve, hogy támadjon, ezért hát max magamat tudom felrobbantani. Na hát, bízom benne, hogy ez most... Igen. Ez most konkrétan a tömény szívás. Mert ugye ez úgy lett volna kitalálva. Hogyha egy karakterrel megyünk. Ha egy karakterrel megyünk, akkor körbe lehet menni. De én két karakterrel nagyon ügyesen, mint hogy több karakterrel nagyon ügyesen átforgattam azt a platformot. Ezért most mehetünk visszafele. De egy karakterrel is végig lehetett volna nyomni. Úgyhogy most van egy utunk visszafele. Hát legalább most már ezt is tudjuk. Jó. Nem mondhatjátok, hogy nem jöttem vissza és nem néztem át ezt a placot. Találtunk secreteket, szóval már megérte. Amúgy... Ez jó volt. Csak hát erre hamarabb rá kellett volna jönnünk. Na tessék. Tehát mágus bőrünk, ami igazából sok pénzt fog adni, de semmi mást. Szóval úgy nézett ki, hogy... Igen. Tehát, hogy honnan jöttünk? Honnan jöttünk, igen. Oda tudtunk volna átmenni. Ugye itt nézelődtünk az előbb. És onnan tudtunk volna kerülni ide. Onnan oda, onnan pedig ide. Ha. Jó. Hát akkor mehetünk tovább. Mehetünk tovább. Az a szívás, hogy Vendorral még mindig nem találkoztunk, és... hát Potikkal szerintem még mindig nem állunk jól. Sapkánk 25-ös, és már 34-esek vagyunk, tehát akár még gírt is lehetne cserélni a következő vendornál. Azt ott elcsavartuk, de... Ja, de oda nem is kell menni. Nos, szabadságot vett ki. Na én csak azt tudom mondani, hogy a másodikben sokkal jobban ki van találva, mert ott le lehet backelni, lehet teleportálni, le lehet menni a faluba. Itt sajnos erre nincs lehetőség. Az külön idegesítő egyébként, hogy a bal klikkelek, tehát hogy én nem vettem, tehát nem vettem észre, hogy lenne attack move a játékban, hogyha lenne, akkor azt nyomnám, de így konkrétan a bal klikkel karaktert választok ki, utasítom, hogy hova megy, illetve lehet így nagy kijelölést is csinálni. A jobb klik az, mint hogyha nem csinálna semmit. Azt nézzétek. De hogy nem csinál, hát meg lehet nekik mondani, hogy nézzenek. Hogy álljanak be? Nem is tudom, ez mire emlékeztet engem. Mint valami... Hát nem tudom, melyik játékban volt ilyen, hogy így be tudom állítani, hogy merre nézzen a parti.
Age of Empires? Aha. Tényleg, meg a Total War-ba. Ja, a stratégiai játékokban. Army of Exigo, az az egyik kedvencem volt. Azt tudtad, hogy az Army of Exigo-t magyar csapat csinálta? Szól. Bezony, bezony. Hát szégyen, nem szégyen. A Baldur's Gate-et nem vágom. Nem tudom, miért nem lett hype, de az Army of Exigo pedig nagyon zsír game lett. Na, balra kell menni. Azért nem lehetne Warcraft 3 kopni. Nekem nagyon tetszett az, hogy az egységek külön szinteződnek, ugye? Külön fejlődnek, gyűjtik az XP-t. Az nagyon-nagyon tetszett. Nekem már nem is rémlik, hogy azon kívül mi volt az, ami tetszett a játékban. Rage of Mages. Jó. Mehetünk tovább. Most már tényleg. Aha, hát szerintem egy fél órát, 3-4 órát szúrtunk el ezzel. Nem mondanám azt, hogy megértem, de legalább nyugodt vagyok. Giant Citizen Kabuto. Azt se vágom. Jó sok játékot ismertek, srácok, jó sok játékkal játszottatok régebben. Nekem alig volt egy-kettő, úgymond. Ú, tényleg. Epic megcsinálhatna a Jack Rabbitnek a remake-ét. Bár lehet, hogy az így jó, ahogy most van. Úgy csinálhatná meg egyébként, ahogy a Diablo-t is megcsinálták. Meg nem is tudom már melyik volt az az epikes platformer játék. Ú, basszus, ezt mindjárt megnézem. Volt egy nagyon király platformer játék, amit újra dolgoztak. És a váltás... A retro kinézet és a mostani kinézet között, tehát az zseniális volt. Epic Game Store. Aha, a Wonder Boy. A Wonder Boy, The Dragon's Trap. Na, az az a játék, amit nagyon-nagyon jól megcsináltak. Ami egy, hát vagy egy remake, vagy egy reboot? De szerintem inkább reboot. Á, nem hiszem amúgy, aki, de megnézem nekem. Giants Citizen Kabuto. Nem. Ez nincs meg nekem. Oj. Shadowfly-ről sose hallottam? Nose, de ezért én nem vagyok meglepve. Nem vagyok meglepve. Én sok mindenről nem hallottam. Ohoho!
Na, Vendor, te lennél az? Nem a legjobb társaságban utazol, de a legalsó körökben is van nyereségrész. Én és az asszisztensem épp egy csapat könnyelmű mágussal lettünk kész, akik a templomhoz vezető utat találták meg. Náluk jó pár érdekes dolog volt. Sajnos ez a kellemetlen szag még nem szellőzött ki egészen belőlük. Egy hozzátasoló harcost ez nem zavarhat, vagy... Tény, megölte a... az embereket? Engem az nem zavar. A BG1 meg 2 elvitte az időt Takony koromban, meg az Icewind Dale 2, meg a Neverwinter Nights. Sajnál a 2-t nem játszottam, mert akkor már kemény vokos voltam. Nice. Esküszöm, összegyűjtöm majd nektek egy listába, hogy mik azok a játékok, amiket még vovozás előtt játszottam. Igen, időszámítás, vovozás előtt és vovozás után. Arc megje, nem érdekel minket. Tehát a marssal kesztyű kuka. A titokzatos húsdaráló is kuka. Bár amúgy király lenne, de nem jó. Kis szintű, az a gond vele. Az Elite Hold kesztyű jó. A mana italokat hát egyelőre megtartjuk, de a kicsiket eladjuk. Arci gyógyítás, mana pajzs, skorpió idézés. Hát ez annyi, mint hogy 5 percre. A skorpió idézés 5 percre szerintem az klassz. Na, távol harc képességhez ad valamit, kuka. Űzsebzés. Egy a távolharc képességhez. 28-as erő. Az nem jó. EU top 3 rugó voltam Katában is, mikor szarán elfelték a combat rugót. Wow, Taki! Hoppácska! 10 pont a páncélzathoz, tehát 22-es. Aha. Ez volt. 2 pont az egészséghez. 12 pont az egészséghez. Igen, ezt megtartottuk, mert elég jó, mert ugye egykezes, és lehetne tankolni ennek a karakternek. Viszont ami itt volt több, az nem kell nekünk. Harci mágia az egyáltalán nem kell nekünk. Sok páncél. A célt egy elektromos köpenybe burkolja, ami a pándi... Tehát, hogy kőnyegbe burkolja, ami a pandézathoz. Ezt hogy lehetett ennyire elütni? 11 pontot ad, és ellenfelet áramütésekkel sújtja. Mi számít OP-nak ebbe a gamebe? A közelharci, ahogy észrevettem. Amúgy a mágusok is biztos jók, csak én használom őket szarul. Na, valahogy ennyi potik kéne. Jégszínánk, láng, mana csatorna. Mukosa idézés. 2 pont a távolharchoz. Nem.
8 pont a páncélzathoz, 12 az egészséghez. Ja? Welcome back. Aha, vasököm. Lönc. Elhárítós apró kerek pajzs. Az a helyzet, hogy ezek régi pajzsok, tehát ezek nem jók nekünk. Ez amúgy jó lehetne 19 erő, nézzük csak. Aha, ez jó lesz majd. Ha meg lesz a 19 erő ezzel a karakterrel, akkor ez jó lesz neki. Ki kell ürítenünk ezt a varázskönyvet, és akkor bele lehet rakni mindenfélét. Én amúgy azt vettem észre a gémekből, hogy az IA sokszor OP-bb, mint a Mage. Az elején az IA nagyon OP-ja. 20 pont a manához. Legalábbis ebben a játékban. Kétkezes fegyver. 82-104. Ez kuka. Az is, az is, az is. Nem nagyon kaptunk jó cuccokat. Na most jön a csacsi. A csacsival azt lehetne csinálni. Hát először is eladjuk vele a csacsival a... a szürke cuccokat. Azok biztos nem kellenek. És akkor most mindent át lehetne rakni. Természet mágia képességhez van egy olyan gyűrünk. 35 pont a manához, az is nagyon jól hangzik. Azért így adjuk el, mert így még át is tudjuk nézni, úgyhogy látjuk, hogy mi ez. Távol harc, közel harc, van a lopás, béna, béna, ez is béna, az is béna. Hát ez így gyorsan megy. Na mondjuk ezt ilyen neki nincsen, úgyhogy ez jól jött. Oké, még egyszer csacsi. Hát igen, legalább most már milliómos vagyok, de... sajnos ez kevés. Hoppá. Kis potit bele lehet tölteni. Mert annál nagyobb szintű cucc jobb nincs, de van, van. Megnézzük a vendort mindjárt. Azt is el lehetne adni. 4%-kal csökkenti a szúrósebzést. Azt se kell. Ehhez meg 36-os erő kell. Ezzel a fúria szemmel meg amúgy nem tudom, hogy mit csinálja. Welcome. 4%, igen. Azért is adtam el, kell a fenének. Welcome back.
Erdei balta a tövisás 9-től 16-os sebzés. Aszta! Ekkora hülyesség. Ilyen régi cuccokat kapok. 35 pont a manához. 21 pont az egészséghez, aha. 2 az ügyességhez, 8 a páncélzathoz, 13 a páncélzathoz. Akkor ezt a HP-sat eladjuk. Pakalapács, a róka. Ja, itt ilyen izék vannak. Prefixek. 25-ös természetmágia. Tehát a harci az azonnal eladásra kerül. Ez nem is kérdés. Na nézzük. Villám, 20-as szint. Aha, tehát hogy ez az alapvillám. Ugye? Azt hiszem, igen. Így van. Tehát ez az alapvillám. Ezt is el lehet adni. A gyógyítószél, azt ugye használjuk. Azt ugye megtartjuk. Mana csatorna, Skorpió idézés. Van 2 Skorpió idézőnk. Ez talán itt volt. Így van. Van 2 Skorpió idézünk, most át kéne nézni a varázslatokat. Gyógyítók, ezek regenerálás. A regenerálás nem tetszett, úgyhogy eladjuk. Jég lövedék, célpontosság. Ügyességet növel, áttekintés, elfátyolozza az ellenfél látását és gyengíti a célpontosságát. Ez is jól hangzik, el is adjuk. Aha, ott viszont ott a Skorpió idézés, viszont időtartam használatonként 120, azt írja. Tehát 2.30, tehát a 2.39 az az ár. Basszus. Hát ezt benéztem. Viszont nincs nála újraélesztés. Nála nincsen egyáltalán, úgyhogy azt majd pótolni kell. Kettőben nagyon jó lesz az automatikus varázslat. Igen, be lehet állítani, hogy a healt nyomja úgy, hogy amikor kell, de egyébként meg támadhat. Igen, az nagyon hasznos. Na, a gyógyító szelet azt át kell neki adni oda. A jéglövedék az szerintem jó lesz. Regenerálás kuka. Van a csatorna is, szikra. Gyógyítók ezek is. Táncoló csapás. Jó. És akkor most, hogyha ezzel meg vagyunk, az eladogatással, akkor jött még a plusz varázskönyv. Éppen tolotta ki. Belekezdtél te is a DS2-ben? Na, mágikus páncél, ütés, szikra, ebben is van gyógyítószél. Na és ott az újraélesztés. Oké, okay, meg is van. Na ez most egy üres varázskönyv. És az üres varázskönyv azért lesz jó, mert a csacsinál lesz, és a csacsinál bele lehet ebbe tenni majd mindent. És akkor nem foglalnak a varázslatok annyi helyet. Azt tudom, hogy annól sivatagos résznél hagytam abba. Az durva egy hely. Na jó. Na, hát most is egy kellemes rész jön, ugyanis most a potikat fogjuk átrendezni. Méghozzá úgy, hogy fogjuk a legrosszabbakat. Megnézzük, hogy melyik az, ami nem üres. És úgy beletöltjük. Ez nem egy hálás feladat, amit csinálunk. De spórolósnak spórolós mindenféleképp. Oké.
Ahogy látom, a sima potékkal meg vagyunk. Ja, a Dungeon Siege 2, igen, igen. Szia, Toxic Tiger. Hát úgy néz ki, hogy a többit meg el kell adjuk. Nézzük a mana potikat. 1400. Ja, hát akkor ezzel is meg vagyunk. Ez gyorsabban ment, mint gondoltam. Tehát vendor megnyitás, csacsi aktiválás, és akkor... Azokat a könyveket majd el kell olvasni. Na. Nem, még nem néztem a Humble-ös gémeket, azt láttam, hogy most mondta le az összeget a napokba, de még nem néztem meg, hogy miket adnak. Mi a játék neve? Moonscars. Nem ismerős így. Szuper! Első hiszem, hogy ezzel meg vagyunk. Köszi! Meglesem majd mindenféleképp. Itt újra üdvözöllek, mindig örülök, ha egy jövendőbeli szállítót láthatok üzletemben. Mit mutathat ma a sírásótén a számodra? Tudjátok, mit nem néztünk meg? Milyen cuccaik vannak. Aha, 153 ezer ilyen távolsági páncélja van. Kettő a távolharchoz. Egy pont az egészséghez. Az egyszer, hogy ez annyival nem jobb, és 100 ezeret nem ér. Például, ahogy látom, sapkát nem is lehet venni nála. Ez gyorsan ment. De nem Steam kódot adnak hozzá, hanem a Trovon keresztül le lehet tölteni kell hozzá a Humble App. Humble App. Van ilyen, hogy Humble App. Csorbítatlan nehéz páncél a róka. 35-ös erő, 168 ezeret ér. Na ez viszont elég jó. Ezeket jó lenne használni is. 29-es erő? 51 ezerért? Saját Humble App. Ó! Oh. Nem is tudtam, srácok, hogy ilyenek is vannak. Biztos lesz majd amúgy közelebb upgrade. Jó. 100 000-ért 200. Jó lesz az az 50 000-es neki, jó lesz az. Fegyvert is nézzünk neki. 102-től 152-ig tudunk sebezni. Aha. Amúgy ez nem rossz, csak 300 000-ért. Aha, viszont... 140-ért. Jó, akkor nézzünk az IAS-nak valamit. 3-4-ben van saját launcher a Humble-nek is, csak ott nincs hálózati játék, a csik ilyesmi. Hát ez nem is tetszik. Minek kellett saját launchernek?
84-102 gyors támadás, leglassabb támadás 108-126. Ja igen, azért nem akarok venni, mert a következő részen dupla olyan jót találok. Olyat akarok venni, ami nem nagy upgrade. Mert hogy ami nagy upgrade, de nem drága. Mondjuk egy pajzs. Na tessék, 40. Na ez például az. Itt van. Kettőt ad a közelharc képességhez. 43 ezerért. Hát. Nem ad jó statokat, az a legnagyobb. És ennyi volt. Oké. Varázslatok? Na jó, akkor nézzünk varázslatokat, itt biztos lesz valami jó varázslat. Aha. Tehát, hogy nekem természet kell. Áttekintés. Több szikra. Mi az a... Aha. Olyan transmute kell nekem. Közelebb jönni. Sok páncél, regenerálás, célpontosság. Nagy gyógyítás. Wow! Nagy gyógyítás. Az a gond, hogy ez 32-es természet mágiánál lesz. Skorpió idézés. Kőbőr. Aha. Na, a gyilkos Gremál, ő 360, mi az? 360 másodpercre jön le, ha jól látom, tehát ő lent van, azt mondja, hogy 6 percig. Ez cool. Ebből veszünk kettőt. Nem lehet megverni a Vendort. Sajna nem. Én nem látom itt sehol azt a transmute-ot. Amivel át lehetne alakítani a... az itemeket pénzé. Egy ellenfél holttestét lánggal megsemmisíti. Kiderül, hogy az harci mágia? Űzgyűrű. Űzfal. Hoppácska. Na, menjünk tovább. Tehát, hogy 551 ezerbe kerül egy olyan könyv, ami 2 pontot ad az ügyességhez. Szinte azonnal megéri. A hülyének is megéri. Tudom amúgy mi a baj az idézéssel. Az, hogy nem fogjuk soha használni. Tehát, hogy ha 3 slotot lehetne használni, akkor használnám. De így, hogy 2 slot van kint a alapból, így nem használom. Hát, hogy ezt most megvettük, oda be is tesszük, és akkor kb. Ott meg is fog rohadni. Jó, ha menjünk tovább, mert ez már itt szörnyű. Végre játék, ugye? György közben 38-as közelharci. Nem érted a vendor? Az a helyzet, hogy itt ez még nem lett jól kitalálva. Ez még nem lett olyan jól kitalálva ebben a játékban.
hogy miért vennék, tehát hogy van 1 millió, miért vennék 500 000-ért, amikor mindjárt megyünk pár métert, és esik sokkal jobb. Igen, ez rossz, ez nagyon rossz egyébként. Na, mivel automatikusan mentett a játék, ezért több mint az, hogy ott vagyunk valahol. Hát figyelj, a vendor most azért volt nekem jó, mert legalább tudtam potikat venni. Ja, meg lett aranyunk, amiből tudunk potikat venni. De kb. Ennyi, ja. Meg fel tudunk fogadni embereket. És az a durva, hogy az van, mint a Diablo 3-ba, bármint az van, ami a Diablo 3-ba volt, hogy kaphatsz legendary itemeket, de ősznek, hogy jaj, de jó, legendary, aha, igen, csak hogy nem jó statokkal van, nem tudod semmire se használni, adhatod el. Szóval még a legendary se érződik olyan igazán legendary-nak. Hát igen. Tehát konkrétan a szürke többet ér, konkrétan szürkét használ a mini karakterünk. Itt volt egy mentés. És az a feladatunk egyébként, hogy eltűnt kincskereső. Meg kell tudni, hogy mi történt Tains ügyfeleivel. Meg gondolom megölte őket, nem? Szintezni lehetett volna a tárgyakat? Ja, az menő lett volna. Én eltekintek ezektől a dolgoktól, mert tudom, hogy ha nem lett volna ez a rész, akkor a második nem lenne olyan jó, amilyen. Aha, itt le tudunk menni. Ilyet sem láttam még, hogy 10 000 aranyat dobnak. Titkos van? Nem, ez egy pince. Ez csak simán egy pince. Ami úgy néz ki, hogy ennyi volt. Ho-ho! Viszont tényleg volt titkos van. Ez egy titkos van volt. Csak kérni kell. Olyan, mint hogyha a hílelésen nem is fejlődne a mágusunk semmit. Konkrétan, mint hogyha nem kapott volna XP-t az hílelésén, de fura. Úgy tényleg lehet, hogy egyáltalán nem is kap. Mi az a csáp? Thank you.
Mi a Catlandia? Aha! Göcsörtös bot, bot, pengés bot, arany. Jó. Ahogy látom, ez a szoba ekkora, tehát mehetünk kifelé. Sotiris 34-es ijász lett, és egyébként ügyesebb is lett. Ez jó szobának tűnik. Jó kis tűzgyűrű. Tényleg, konkrétan nem fejlődik a híleléstől a karakterünk. Hát ez nagyon... ez tényleg borzalmas ebből a szempontból. Balra nem lehet elmenni. Aha. Ja, menő ez a titkos fal a pincébe. Ja, kaptunk még egy tűzgyűrűt, igen. Állítólag az nagyon jó varázslat. Ez a szoba, ez ennyi, és ahogy látom, lootolni nem lehet. Most így mi? Ja, látom, hogy mi van. Na jó, hát akkor csapat vissza. Mondom, vissza! Édes Istenem, hát olyan hülyeségeket tudnak csinálni a karakterek, komolyan mondom. Pozícionálásaikkal. Most szétlöveti magát a healer. Éles bot. Gloen 37-es közelharcilem. És ott egy köbör csizma. Köbör csizma, a pecska. Jó, valószínűleg amúgy erre kell tovább menni. De az amúgy kőbőr. Csak ugye nincs hosszú a font, nincs hosszú ebben a fontban. Úgyhogy azért gúnyolódom rajtam. Húha, ez durva helynek tűnik. Igen.
Aztán, de konkrétan nem tudom kihílálni. A tankon, a Gjorn átlépett a mocsárfurkó nevű játékba. Az a gond, a gyirkos Kemál az nem csinál semmit, szegény. Persze ilyen helyzetben egyébként jó lenne. Ilyen nagyon agresszív, vagy ilyen nagyon brutális, fájtos részeknél a Kemál az jól jönne. Csak hát azzal se fejlődne a mágus, tehát, hogy szegény mágus csak úgy fejlődik, hogyha nyomja vagy a villámot, vagy a jégszilánkot, tehát hogy máshogy nem fejlődnek. Attól, hogy idézek, sajnos az, ha nem lép szintet a karakter. Valószínűleg amúgy a Kemál még annyira se bírni az ütéseket, mint a tankunk. Hát igen, ez a varázslós rész, ez borzalmasan van kitalálva. Hát itt lehet majd tovább menni, valószínűleg. Jaj, jobb oldal tippos fal volt, igen, jól láttam. Ez most küldi? Hát... ez most... nem tudom. Ez, hogy küldi, ez mindig akkor derül ki, amikor már éppen ott vagyunk, hogy... ja, hogy ez már az volt. Szóval... hát megmondom őszintén, nem tudom. Most így lejöttünk egy opcionális helyre. Tessék! Ez küldi. Értesítsd Gregort a kincskeresők pusztulásáról és hozd el tőle méltó jutalmadat. Ez küldi. És ezzel még mindig nincs vége, mert még mindig ott egy titkos van. Falon keresztül látom, hogy ott vannak a HP csíkok. Hát, hogy ott bent erre mi lesz. Most lehetne erre menni, és akkor megnézzük a titkos falat. Olyan lassan halnak az ilyen sima mobok is. Ja, ez ugye direkt így van kitalálva, hogy iszonyatosan nagy területek, a területeken jó sok mob, és az a nehézség. Jó furima kitalálva mi. Hát ezt így csinálták régebben. Láttam a Deadpool 3 bejelentést, aha.
Wow! Wow! Na jó. Na jó, hát ezt tényleg nem gondoltam, hogy már a DS1-et is ilyenekkel, ilyen puzzle-ökkel rakják, de ezt nem gondoltam. Tehát tényleg így a játék felénél jelentek meg ezek a dolgok. Ez most nagyon meglepett. ...31-es intelligencia, 5 pont a páncélhoz, 1 a távolharc képességhez, 1 egészség találatonként, és még manalopás is van benne. Az a gond, hogy ehhez támadni kell. Még a statok se jók rajta, de komolyan, tehát, hogy miért? Mert ilyen borzalmas. Tehát, hogy nem jók rajta a statok. Hiásznak jó lesz. Ja, csak neki meg ugye intelligencia kell. Amúgy, jaj, neki jó lenne, csak hát... Neki se jó. Mert neki akkor még az intelligenciát ki kell farmolni. Na. Jöhetnek az enemik. Így van, túlságosan ostoba ahhoz, hogy használja. Na most. Most indul be igazán keményen, srácok, a játék. Az ellenfelek elhelyezkedtek. Ezek itt a nyársalók, kérek szépen. Szerencsére a fele még nem jött ki a szörnyeknek. Ameddig a mili karaktereinket ütik, addig jó. És egy ilyen fájton, hogy a mágusok nem szinteződnek semmit. Szívás. Hogy mindegyiknek 800 HP-ja van. De ezt hogy kellene megoldani a játék? Azt akarom, hogy te potízd őket, a mágus megtámadjon? Aha. Igen. Csak hát ameddig iszik a karakter, tehát benne van az ivás animáció, mint egy Dark Souls-ba. Tehát ameddig iszik, addig ugye nem támad. És telik az idő. Tehát, hogyha úgy inna, hogy közben, tehát az ivás az így, mit tudom én, injekció lenne, automatikus magába injekciózás, addig az jó lenne, de hát így ebben a formájában, hogy konkrétan ivás animáció van, hát ez konkrétan szívás. Ja, hát hogyha így, figyelj, nézd, isznak. És ameddig isznak, nem mozognak, hanem ők csak addig isznak. Konkrétan nem volt semmi, de mindjárt visszamegyek, megnézem, de én úgy adtam észre, hogy ebben a szobában az égvilágon nincs semmi, csak XP. Ugye a szörnyek. Hát ez ennyi. Ez ennyi ez a szoba. Szia, Taki! Köszi, hogy itt voltál, pápá!
elpotisztunk most, és így fejlődnek a mágusok. Látom, amúgy itt sincs semmi. Ja, még ott a sarokban se volt semmi. Hogy bétel amúgy az enemy mekkora szemét már. Gloen 38-as. Az helyzet, hogy van tankunk, csak az a gond a tankkal, hogy ő nem tankol. Tehát, hogy nincs semmi, amivel megfogná magán az enemiket. Nem, ő csak milizik pajzsal. Ez most itt könnyen lehet egy trip. Nem tudom, láttátok, hogy mi történt, így ment össze-vissza a csapat. Mert meg kell állítani közben ugye, hogy pozícionáljanak. Ugye most azt mutatom, hogy menjenek hát, tehát menjünk hátrafele, és ezért az van, hogy a karakterek, akik hátul vannak, alul vannak, így, itt bal oldalt, azok lesznek elől rögtön. Jó, most vissza. Instant inasba rakták a healerünket. Nem, csapat vissza. Hát itt az a feladat, hogy fogjuk az IA-t, és behúzzuk vele az enemit. De hogy így... Miért megy ki ahhoz jobbra, hogy elője, aki ott van? De amúgy itt azt se látom, hogy hol az enemy. Remélem, hogy jól csinálom, srácok. Nyomunk egy mentést. Oda. Most jónak tűnik. Ja, mehet a mentés. Karakterben sem úgy hogy van, tudsz nagyobb szintűeket bérelni? Aha. Tudok. Csak
legyen elég pénzem. Amikor találkozok velük, akkor tudok karaktert bérelni. Tehát a karakterbérelés nem úgy van, hogy van egy NPC, akinél azt mondom, hogy na hát akkor legyen egy ilyen harcos, vagy egy olyan harcos, hanem konkrétan ilyen, olyan NPC van, aki így lorehoz is van kötve. Haladunk a játékba, és akkor találkozunk vele, és akkor fel lehet fogadni. Megéri őket cserélni? Aha, úgy érdemes cserélni, én azt vettem észre, hogy találkozunk egyel, és több a statja, mint amit épp használunk, akkor fogjuk és lecseréljük. Mert ugye nem köt minket semmi ezekhez a karakterekhez, bármikor le tudjuk őket cserélni. Most meghaltak a healerek. Mármint, hogy nokkosak a healerek. Ugye most így nem is lehet őket, tehát hogy... Annyit lehet csinálni, hogy valamelyiknek adunk healt, és akkor fel lehet őket szedni, de most ki kell várni, ameddig feléletnek. Nem tudom, mennyire mély ez a pince. Én nem gondoltam volna, hogy így ennyi dolog van itt. Lehet itt mentünk, és akkor innen folytatjuk majd, srácok. Most így várhatunk. Úgyhogy én azt mondom, srácok, innen folytassuk tényleg majd legközelebb. Meg tudom nektek mutatni, hogy a karaktereink hogy állnak. Nem, azt sem tudom megmutatni. György a lovak 35-ös erőre lépett, 42-es közelharci képességgel. Itt van Gloernünk a lovag, aki majdnem utalérte Györgyöt erőben. Noha közelharcban is kezdi felvenni egyébként a szintet. Tényleg nagyon jól haladnak egyébként a melee karakterek, így a szintezést illetően. Mesterlövészünk Sotiris az alapkarakterünk, ő is már 41-es. Hát a varázslókkal itt nagy szívás van, mint látjátok. 28-as intelligencia, meg 29-es a varázslóknál, és mindkettő 26-os természeti mágiával rendelkezik, ami ahhoz képest, hogy a közelharcink, meg a távolságink 40-es, ez bűnrossz. Úgyhogy ha találunk mágust, akkor mindenféleképpen cserélünk, mert hát ez így gyengusz lesz. Ha nagyobb tehát több intelligenciája van egy karakternek, akkor nagyobb a mana regénye, jobban tudunk, tehát hogy több manánk lehet, erősebbek lesznek a varázslatok a mágia szint alapján, szóval van két gyenge láncszemünk. Varázslóknál sebzési interszkélen? Nem. Varázslóknál az van, hogy intelligencia alapján van a mana regen, és a mana pool. A képesség alapján megy a képesség alapján pedig a úgy szkélelődnek a varázslatok. Szevasz, Ampúciusz. Én ezt egyedül játszottam. Én ezt egyedül nyomtam. És úgy néz ki, hogy most sikerült belerakni 3 órát. Tök jó. És ez alatt a 3 óra alatt eljutottunk az 5-ös aktig. És 9 akt van. Viszont viszont itt már nem nagyon lesznek sidequestek, tehát lassan egyébként már csak a main questek maradnak. Ja.
És a játék térképe alapján, mert hogy én itt láttam valami térképet a Wikin, mert meg nem mondom, hogy ezt hol láttam pontosan. Dungeon Siege map. Van egy szép térkép, így van. Locations, a Wikinél. Ja, túl vagyunk a felén. Úgy néz ki. Még hogyha aktügyileg nem is. Bizony.